Több dolog szükséges egy vállalkozás sikerességéhez bármilyen területen is tevékenykedjen. A más vállalkozásokkal való kapcsolatépítés, együttműködés és tapasztalatcsere nagy eséllyel segítheti a fejlődést. Ezekre ad lehetőséget a Megyei Iparkamara Azon programja, amelynek első tréningjét szerdán Nagykállóban tartották. A program célja a kamarák és a különböző munkaerőpiaci szereplők közötti együttműködés erősítése, és ezáltal a határmenti régiók foglalkoztatottságának javítása. A nyitó tréningen az a cél, hogy a programban résztvevő vállalkozások megismerjék egymást, és a következő találkozásokon, ami havi alkalmakat jelent, havi találkozókat, ezeken a találkozókon már kötetlen formában tudnak egymással beszélgetni, egyeztetni az éppen aktuális kihívásokról, az őket foglalkoztató témákról. Minél nagyobb bizalom épüljön ki a csoportok között, ez a célunk most ebben a két napban. Egymás megismerése után ez különféle együttműködésre épülő gyakorlatorientált feladatokon és önismereti játékokon keresztül valósul meg két tréner irányításával. Amikor befejezik a programot, általában az egyéves programot a Prátor csoportok, én mindig megkérdezem, hogy mi volt számukra a legemlékezetesebb. 90%-ban azt mondják, hogy az a beszélgetés, amit a hivatalos szakmai program után tudtak véghez vinni, egymás gondjaival, örömeivel megismerkedni, egymásnak segíteni, hiszen a vállalkozó bármit csinál, szinte ugyanazba a cipőbe jár, ugyanazokkal találkozik a vállalkozói környezettel, esetleg akár a családi környezettel, családi háttér segítő, vagy éppen hátráltató dolgaival, és ezt mind-mind meg tudták egymással osztani a csoportok. A tréningek a jövőre 20 éves Plátó program mintájára valósulnak meg, amely annak idején a megyéből indult, majd országos szintűvé, sőt már a határokon is átnyúló egyik leghatékonyabb vállalkozás fejlesztési programmá nőtte ki magát. A havonta kétszeresedékes, kétnapos tréningeken két csoportban összesen 20 fő vesz részt, nem csak magyar, hanem román kis- és középvállalkozások részéről is. Amellett, hogy kapcsolatot építünk, sok ismeretségre tetszünk szert, azt gondolom, hogy mivel határon átnyúló programról beszélünk, benne van a mondatban is, hogy határon átnyúló kapcsolatokat kell kiépíteni. A saját szakmámat tekintetben elsősorban arról lenne szó, hogy a két szakmának az összehasonlítása, hogy a határon túlon és itt nálunk Magyarországon mi a követelmény és a kérés, és ebből valami nagyon jót kihozni, lehet akár ebből egy versenyt, egy határon átnyúló versenyt is alkotni, amiben már volt is példa, most jelen esetben szünetel, de úgy gondolom, hogy jövőben erre lesz is lehetőség. A program célja az is, hogy mind a megyében, mind pedig a határon túl elsősorban a romániai Szatmárnémeti térségében javuljon a foglalkoztatottság.